Az-az! Nem látom, Tövig! Tövig! Jó, de otthon érzed magad, ha ezt már megcsinálod. Csabi, forgathatnánk már? Pacsi Bálterek, szevasztok ismét itt közösen! Szevasz réget! Na, menj a kanapé másik végében, nagyon gyorsan. Ti se fogdossátok otthon. Igen, jól látjátok, ismét egy légtérben jön valami. Tudod, ezek a tipikus Facebook írások, amikor igazából semmilyen nívós esemény nem fog történni, csak fenn kell tartani a közönségnek a figyelmét, és akkor valami készül. Semmi nem történik. Úgyhogy írd már meg kommentbe, hogy mik azok a semmit mondó mondatok, amikkel újra meg újra találkozol a social szeppén. De érdekel ez valaki? Erre egyáltalán nem reflektálva a mai epizódunk címe, így kommenteltek ti. Remélem már előre szégyelled magad. Szégyel! Remélem eszedbe jutott a karinti utalást, mert ha nem, előre szégyelljed el magad. Úgyhogy kezdjük is, hogy mégis milyen fajtáidok vannak. Persze nem ti, mert ti tündérbogarak vagytok. Agresszivitást okozol az aranyosságoddal. Tovább. Próbáltunk azon tudományos csoportosítás szerint vétkezni, hogy milyen attitűdrendszerek szerint szemlélünk egy-egy kontentet. Jelen esetben az átbájtot. De vá, álljunk meg egy művelt szóra Csabival. Mi a az az attitűd. Attitűd. Magatartás, viselkedés, modorbálítódottság, szerepjátszás. Betűznék, kérem. Attitűd. Elgondolkoztatok már azon, hogy miért csak azokban az országokban van betűző verseny, ahol másképp írják a szavakat, mint ahogy mondják? Nem. Na hát akkor nézzük meg, hogy működne itthon. Nézzük. Alma. Oké, hát nem mondatba? Rám rohadt az olcsó alma. A-L-M-A. Alma. Gratulálok. Fing. F... Hogy van mondatba? A szomszédom Fingúr ismét nagyon finom tájkaját készített. F-I-N-G. Fing. Szuper. Szuper. Mondatban kérhetem? Nagyon szuper a megoldása. S-Z-U-P-E-R. Következő. Kaleidoszkóp. Azt mondatba. Hihetetlen drága volt, amit megvetettek velem. Ez a kaleidoszkóp. K-A-L-E-I-S-Z-E-O. Nem sikerült. Nem sikerült. Azt én is tudom. Na de vissza a basic témánkhoz. Első attitűdrendszer. Amikor felülről nézünk a balga népre. Az első verziója, amikor felülről tekintünk rá a birkanyájra, és azt állítjuk, hogy nem tudtok ti szart se, de az, hogy miért nem tudtok szart se, már nem indokoljuk meg, hiszen csicskák vagytok mind. Aminál belebukkantam ebbe a... vacsalergia. Ebbe a fertőbe. Porozgatások közepette, persze. Fél epizódot nem tudtam végignézni. Rögtön elkapcsoltam. Amúgy meg. Tévém sincs. Aki felülről tekint le, és közben kurva jól szórakozik. Avagy az a fogyasztó, aki nem tudja hova rakni diplomáját, és pont ezért felülről lefele hatalmasakat kacag és szarára röhögi magát azokon, akik még tudják hova rakni diplomájukat. Hallod, Fúriku Fighter, ejtették vele, hogy a Balaton északi partján elültettek 103 árfa. Imádom. Full bolond. Harmadik attitűd. Aki felülről magyaráz, és sajnos még igaza is van. A néző, aki mindennek tudatában van, és ha te nem, akkor lexikális tudásával agyonnyom. Érezd a tudásom súlyát! Negyedik attitűd. Aki felülről okoskodik, valójában pedig a békaseg alatt van. Avagy a néző, aki vég nélkül használja a terminus technikusokat, és hamis tudásával ostorozza a komment szekciót, úgyhogy igazából senki nem tudja körülötte, hogy valójában miről is beszél. Az asszertív véleményezésem az interpersonális kommunikáció terén kérhetném mondatban. Terén az volna, hogy az erre szaladt növő moha száraz, ám bár pedig nem mindig hideg. Amúgy meg tudd meg, hogy azt olcsóbban is meg lehet venni. Hashtag földre szállás. Ötödik attitűd. Az egyszerű, megmondó ember. A kicsit sem szofisztikált ösztönlény, kinek szüretlen szavai húsba vágnak. Még egyet, ilyet is széjjel váglak, halad, nem hiszed egyet, egyszer gyere le ide, gyere le, szétszedlek a kutyáimmal, ki foglak szaratni, és újra megetetlek velük, te. Tudd meg, te, ha mi, hát te, nekem pofád, azt se tudod, hat követőd van. Egyszer gyere, és tudd meg, amúgy olcsóban is megvetted volna, te. Hatodik attitűd. Aki több, mint egyetért veled. A néző, aki munkásságod eleje óta isz a szavaidat, mint aki Szaharából lépett ki, bebecsül, betisztel és követ mindenhova. Hallod, ne törődj az irigyekkel, kajak bánatok hozzád képest, nem tudják, hogy miről beszélsz, de én tudom,
Totál ugyanezt éreztem, amikor ezt leírtad, hát mondom, végre valaki megfogalmazta az érzéseimet, meg a gondolataimat, csináltam is egy fanoldalt neked. Hetedik attitűd. A lelkes egyszerű. Az arc, aki jó indulatú, csak a tartalom lényege került el a figyelmét. Pacsi Bájterek, ennyi voltunk már, a mai epizód tanulsága pedig, hogy minden helyzetben tartsatok ki. Pacsi Bájterek, ismét itt voltunk, ennyik voltunk már, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek milyen attitűdök vannak. Még nyilván mi mindent nem tudtunk megfogalmazni. Mindezek mellett pedig Spotify-on hallgassátok muzsikáinkat, Instagramon fenn vagyunk, Lenzser Oliver, Pesti Sampon, Árbájt Alsóvonás Média. Jövő héten ismét találkozunk, Pacsi Bájterek. Az asszertív véleményezésem az interpersonális kommunikáció terén, kérhetném mondatban, terén az volna, hogy az erre szaladt növőmóha száraz, ám bár pedig nem mindig hideg, amúgy meg tudd meg, hogy azt olcsóbban is meg lehet venni, #földreszállás.